Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Olyan hírem van srácok, amit valószínűleg nem fogtok elhinni, de megtaláltam most körülbelül 10 perce a Minecraftban az egyetlen olyan mobot, ami ténylegesen elpusztíthatatlan. És ebben a videóban ezt plusz a társait fogom bemutatni nektek. Na de azért ne rohanjunk annyira előre az időben, menjünk mindent szépen sorban. De még annyit el szeretnék mondani így a videó előtt, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eddig fel van iratkozva a csatornámra. Már több mint 95 ezeren vagyunk sajtok, mindjárt itt van srácok a nemes cél, szóval nagyon szépen köszönöm, aki ezután fog csatlakozni a sajtok közé. Na de nem húzom tovább a szót, lássunk is hozzá a feladathoz. Ez a videó egy modról fog szólni, láthatjátok, hogy kiraktam a receptjét ennek a kis cuclinak, ami a Golem Spell-t jelenti, plusz egy kis Golem Spell kell hozzá, plusz egy kis tökfej, és tudunk egy Golem Head-et csinálni, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy megteremtsük ezeket a monstrumokat. Ellátogattam ebbe a kis békés falucskába, hogy kicsikét megzavarjuk itt a rendet a kis gólemekkel, nem tudom, hogy a falusiak mit fognak kezdeni velük. Kezdjük az elsővel, ami nagyon-nagyon izgalmas, nem más, mint a gyémánt gólem. Full gyémántból van, srácok, nézzétek meg! Milyen menő néz ki ez a gólem, és még csak ez a kezdet. Azt írják erről, hogy 220 év... Milyen gyorsan szaladt, halljátok, hova a fenébe mész? Haver! Valami rosszat látsz? Jó, várjál már meg azért. 220 élete van és 20-at sebez belénk. Erre kíváncsiak, hogyha átváltok, megüt vajon? Mert még nem ütöttem meg ilyet. Nem, ha jó, ténylegesen nem üt meg. Na, üss már meg, léci. Látni akarom, hogy mennyit sebzel? Jó van, akkor nem. Szóval, ja, ez egy elég erős, de ez még semmi az képest, amit srácok mindjárt bemutatok nektek. Nézzük meg a következőt, ami nem más, mint a Packed Ice O Golem, ilyet még nem csináltam sohasem, de hí, de viccesen néz ki, halljátok. Ez tök király, mindjárt elolvasom azt, hogy milyen adatai vannak pontosan neki. 18 élete van és 7-et tud sebezni, és hogyha a wateren, azaz a vizen, és pont ezt akartam mondani, befagyassza a vizet, plusz a lávát is befagyassza, lol. Kipróbálom, lerakom egy tóra, srácok, mondjuk ide, és akkor belelököm, hogy az egészet befagyassza-e. Erre kíváncsi vagyok, ez egy ilyen kis kísérletezés, srácok, ebben a videóban. Na! Hú! Azt a rohadt! Te király, az egészed ilyen packed ice-át csinálja. Ne, erre gyere! Menj a tóra, haver! Úristen, de viccesen néz ki, srácok! Ez nekünk így a Frost Walkerünk. Toljuk magunk elé a dolgokat, és akkor simán fagyassza be. Hát ez rohadt jó! Remélem nektek is tetszik ez, srácok. Ez de király, eddig ez a kedvencem. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen plusz dolgok. Mert ugye a gyémántosnál nem volt. Hát ez marha jó. És még mindig be van fagyva, lol. Rakjunk le egy kis lávát, megnézem, hogy amúgy jött, hogy mit fog bajlójában csinálni. Mert elméletek a lávában is jól viselkedik, de azt így komolyan nem tudtam kit, hogy befagyassza a lávát, vagy nem tudom. Ó, obszidián csinál belőle. Azta! Itt az obszidián farmunk, srácok, lökjük bele, annyira jól néz ki, amikor befagyassza, hello! Következő nem más, mint a sponge, azaz a kis szivacsos gólemünk, hát fogalmam sincs mire várok, elméletileg felszívja a vizet. Nem tudom, hogy ez valójában hogy működik, beledobom a vízbe, lol, na ne! Ennyire felszívta! Ez de király! Azta! Ezt se teszteltem, srácok, videót, általában úgy ülök le felvenni egy videót, hogy veletek együtt tapasztalja meg a dolgokat, mert úgy tudom inkább átélni, és ez most is így volt, egyedül a gyémántosat láttam. Ez de király! Hát srácok, eddig ez a kedvenc modom körülbelül a TNT-sek után, ez marha látványos, és még le lehet survivalbe is craftolni. Ho-ho-ho-ho, eljött a mi időnk, srácok, gondolom, sejtitek milyen gólemet fogok bemutatni, itt van a kezembe, úgy bizony, TNT gólemet fogunk csinálni. Szóval, ja, lehet TNT gólemet csinálni, és az a durva benne, hogy milyen menőn néz ki. Itt is van az oldalán ilyen lián, ami lemegy, plusz itt van egy kicsikét, ilyen nagyon TNT formában, még így a hátsó fele is olyan, mint a TNT-nek az alja. Ne menj oda, ott nem foglak tudni meggyújtani, hogyha meggyújtjuk Flint and Steel-el, srácok, fel fog robbanni, és minden sebez. Figyeljétek! Figyeljétek, mindjárt! Oj, bemenekül a kis sunyi a vizenyőbe, de kicsit itt arrébb megyek, így, rakjuk le ide, opszika, egy kicsikét mellé vágtam ezt a dolgot, izgulok azt, hogy mekkorát robban, na, léci, mekkorát fogsz robbanni, na, robbanj már fel, ennyit, hát ez nem volt valami nagy, na, most remélem nagyobbat robbansz, mert eddig csalódást okozol, haver,
No, ez már valami, azt kell, hogy mondjam, hát ez nem volt valami nagy eresztés, ez a robbantása, de ez most már végre valami hatásosabb volt. Na, haver, hát ez már meg... Amondó vagyok, srácok, hogy van még néhány gólem, amit lehet, hogy egy második részben bemutatok nektek, az ott meg mi a szar csinál szegény TNT gólem, de most jöjjön el, amit valószínűleg a videó címében láttok, ami nem más, mint az egyetlen legyőzhetetlen mob az egész Minecraft világban, és próbáljuk meg ezt megidézni, és utána elpusztítani a lehetetlent. Itt van a kezembe a világ legeslegerősebb mobja, ami létezik a Minecraftban. Még innen gondolom nem sejtitek mi az, de ha meglátjátok, a Bedrock Golem. Rakjuk is le a Bedrock Golemet, így néz ki, és igen srácok, ez a világ első és szerintem utolsó elpusztíthatatlan mobja, ami létezik a Minecraftban. Nem lehet megütni. Nézzük meg karddal azt, hogy vajon meg tudjuk-e ütni, és látjátok, srácok, meg sebezni se tudjuk. Megy amerre tartja az uta, semmit nem tudunk vele csinálni, lehívni se lehet Survivalben, csak így, hogy Bedrock Golem tojásként lehívjuk, és akkor kész, létezik. Ezzel az égvilágon nem lehet mit kezdeni, de kísérletezzünk egy kicsit vele, hát ha nincsen igazam és le tudjuk győzni. Építettem egy ilyen nagyon pici karám szerűséget a Bedrock Golemünknek, lesz volna, amit már valószínűleg nem fog tudni kijönni, és azt mondom nektek, hogy egy kis TNT-vel próbáljuk meg elpusztítani. Nem tudom, hogy sikerül-e, szerintem nincsen rá sok esély, de hát nem tudom, srácok, majd kiderül. Teli raktam a házat TNT-vel plusz beleraktam így haverkodni egy TNT Golemet, elég jól el vannak, mint látszik, de ő csak segíteni fog a műveletben nekünk. Próbáljuk meg megcsinálni a lehetetlent, és pusztítsuk el ezt a kis gólemünket. 3, 2, 1, és mehet! Légy szíves, nem tudom, hogy sikerül fog a srácok, nem fűzök hozzá sok reményt, de azért fűzök egy kicsit, mert na... Hát meg se kottyad neki, értem, a TNT gólemünknek vége, de ez az égvilágon semmi baja nem történt. Nem menj sehova, próbálok meggyújtani, de az se sikerül, fogalmam sincs srácok, hogy kéne ezt legyőzni, a TNT se segített. Megpróbálom íjjal lövögetni, mi? Lepattan róla a nyíl? Ezt még sose próbáltam ezelőtt srácok, ahogy meglövöm, lepattan róla a nyíl, és semmit nem csinál az égvilágon. Hátba lövöm és tökre visszapattan, azt a rohadt, ez tényleg sebezhetetlen. Megpróbálom megcsinálni azt, hogy megfulladjon, bár az amúgy is lehetetlen szerintem, bár még azért hát ha tőle ez kitelik, de semmi sikerre, hogy látom srácok. Úgy tűnik megtaláltuk az első mobot a Minecraftban ténylegesen, ami elpusztíthatatlan, ez nagyon durva. Raktam le lávát és belelököm a Bedrock Golemet, menj már vele, nem is bírom megégetni, mi az ar? Rakjuk már vele szegényt, esd bele, jó, oké, okay. X. Hát ez az égvilágon srácok, és csak néz ránk azzal a tekintetével, tudja, hogy engem aztán sajt sose fogsz elpusztítani. És hátat is fordít. Ja és srácok, mindenféleképpen írjátok le a kommentek közé, hogy melyik a kedvenc golemetek a videóból. Na srácok, ez a videó ennyi lenne, én remélem, hogy élveztétek. Hogyha így volt, kérek dobjatok egy hatalmas lájkot, és hogyha szeretnétek még tőlem látni hasonló nagyon-nagyon király kísérletes, vagy módos, vagy akármilyen videót, és még nem lennétek feliratkozva, akkor csatlakozzatok a sajtok közé, és tegyétek meg azt a feliratkozást. Na a következő videóban találkozunk, sziasztok!